Viszont az, hogy hamarosan az ENSZ közgyűlésnek a kereteiben valószínűleg találkozni fog a magyar és az ukrán külügyminiszter, és azok az erők, akik nem érdekeltek az ukrán-magyar kapcsolatok javulásában, ezek így készítik elő ezt a találkozót, hiszen ebben a hírben, ami megjelent az ukrán központi sajtóban, semmi új nincsen, hiszen júliusban jelent meg a lap, akkor indult meg az ügy, és augusztusban pedig ugye elkezdték a szakértők ezt vizsgálni. Hát új fejlemény szeptemberben nem történt, azonban ez mutatja, hogy ez az ügy egy mondva csinált kérdés, amely csak a újabb példája a Kárpát-Magyarország üldözésének és a feszültség gerjesztésének, és mindig előjönnek ezek az ügyek, amikor lépések történnek az ukrán-magyar kapcsolatok javításának az irányába. Most is ezt látjuk, nagyon sajnálatos, hogy az elnökváltás, kormányváltás, választások ellenére ez a folyamat megmaradt, úgy látszik.